Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Mennyire szeretitek a jelenlegi világot? Nem szeretjük. Nem szeretjük? De jó ez a világ. Szépen alakul. Hát, és hogy ki nem. Szépen alakul ez a világ, ha megnézzük. Mifelé alakul? Hát az egyre nehezebb élet felé alakul. De ez jó. Miért? Hát azért, mert sajnos olyan mértékű elbutulás van a Földön, hogy az emberek elfelejtettek gondolkodni. És elhisznek mindent, inkább úgy mondanám, hogy minden hülyeséget elhisznek. És hát emiatt ugye egy nagyon kis százalék, tehát az emberiség nagyon kis százaléka foglalkozik csak azzal, hogy mi lenne a dolga neki itt a Földön. És az emberiség nagyon kis százaléka foglalkozik azzal, hogy ő nem a természet része. Nem a természet része. Bár ha valaki úgy gondolja, hogy a természet részének tartja magát, én abban simán beleegyezek. Mert lehet, valaki azt gondolja magáról, hogy ő egyenértékű egy növénnyel vagy egy állattal, nekem azzal semmi bajom nincsen. De én az ilyet kikérem magamnak. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy ugye egy bizonyított tény, hogy mi nem vagyunk része a természetnek. Ha része lennél a természetnek, akkor nem kellene ruha. Érted? Nem kellene védekezned a meleg ellen, meg a hideg ellen, ugyanúgy, mint az állatoknak se kell védekezni. Tehát el vannak a saját bundájukkal. Érted? Tehát mi nem vagyunk része a természetnek. Tehát ha megnézed, melyik állatoknak nincs bundájuk? Hát a vízben élő halaknak, nem? Azoknak nincs bundájuk. Miért? Mert ott nincs hőmérséklet változás, érted? Tehát a bunda az védi az állatot a melegtől is, hidegtől is, érted? A halaknak meg nincs olyan hőmérsékletváltozásuk ugye a tengerben. Tehát akkor elvileg nekünk a vízben kellene élni, nem? Csak a bőrünk nem bírná a vízben élést. De nincs ahhoz alkalmazkodva. Vagy, hát nincs kopoltyunk, nem? Bár vannak olyan vízi élőlények, amelyeknek ugye nincs kopoltyújuk, tüdejük van, és időnként föl kell jönni levegőért, de hát nekünk elég sűrűn föl kellene jönni levegőért, nem? Mert akik nagyon bírják a levegő nélküliséget, az is max. 5 perc. Azt annyi. És a vízi állatok, azok nem 5 percig bírják a víz alatt, hanem sokkal tovább. Tehát nem vettétek észre, hogy nem illeszkedünk bele az élővilágba? Semmilyen szinten. Tehát ha nem illeszkedünk bele az élővilágba, akkor nem vagyunk része az evolúciónak. Semmi közünk az evolúcióhoz. De az állatoknak sincs semmi közük az evolúcióhoz. Honnan gondolom, hogy nincs közük? Ez nem gondolom, tudom, hogy nincs közük. Hát mert nincs olyan, hogy törzsfejlődés. Az egy kamu. Nincs ilyen. Tehát nincs olyan, hogy egyik állatból lett egy másik állat. Nincs olyan.
olyan volt, hogy eltűntek állatok, és utána lettek állatok. Érted? Tehát másfajta állat. Tehát nem, nincs olyan, hogy azzá fejlődött ki. Hát mondja már meg nekem valaki, hogy az elefántnak például mi volt az elődje? Mi? Ráfognák, hogy a mamut? Persze! Ez hülyeség. Hát a mamutnak mekkora szőre volt? Bundája, érted? Ekkora bundája volt a mamutnak. Az elefántnak alig van szőre. Csak az bőre. Mondom, alig van szőre. Gyakorlatilag csupasz, így van. Tehát semmi köze a két állatnak egymáshoz. Hát honnan lett az elefánt? Vagy például, mit tudom, honnan lett a delfin? Vagy honnan lett mondjuk a pulikutya? Érted? Honnan? Honnan lett ez a sokféle olyan állat, aminek semmilyen elődje nincs, érted? Honnan lett? Nincs törzsfejlődés, miféle törzsfejlődés? Mi volt a patkánynak az elődje? Vagy az egérnek? Semmi. Lett, érted? Nem, nincs elődje. Felejtsétek el, nincsenek ilyenek. Vagy megnézed például, mi volt az oroszlánnak az elődje? Mi? Hol? Semmi. Nincs ilyen, érted? Nincs elődje. Nincs valamiből kifejlődött. Amikor azt tanítják, hogy valamiből kifejlődött, akkor kérdezd meg, hogy jó, akkor magyarázzátok el, hogy miből fejlődött ki. Nincs ilyen. Lett. Kész. Érted? Nem fejlődött ki semmiből. És akkor megmagyarázzák, hogy mit tudom, valami ősi állatból kifejlődött. Hol? Hogy? Nem tudott. Az az ősi állat eltűnt, majd lett ez az új állat. Érted? Na most, ha csak úgy lettek. Tehát nem tudom, találkoztál-e már valamivel, olyan dologgal az életedben, ami csak úgy lett. Tehát mit tudom, itt az asztalon nincs semmi, és akkor hirtelen lesz rajta valami. Úgy magától. Hát ha ez az asztalon lesz valami, akkor vagy rászáll a por, és a por van rajta, nem? Vagy valamit, valami értelmes lény odarak, nem? És akkor lesz rajta valamit. Valami. De magától... Hogy tud lenni? Bármi. Saját magától. Hogy tud lenni? Hogy tud valami kifejlődni magától? Vagy ott vannak a nem élő dolgok. Azok hogy tudtak maguktól létrejönni? Miből? Hát miből jött létre? Hogy tudott például ez a bolygó magától létrejönni? Hogy? Hogy tudott létrejönni magától? Hm? Azt mondják, hogy hát volt egy ősrobbanás, aha, és akkor hogy tud szabályos alakzatú lenni egy bolygó? Hát ha ősrobbanás, akkor az mindenféle alakzatú lenne. Vagy rosszul gondolom? Nem? Hát próbálj már szétrobbantani valamit, akkor az milyen alakú lesz? Szabályos alakzata lesz? Hol? Érted? Hogy? Nincs szabályos alakzat. A természet nem hoz létre szabályos alakzatokat. Tehát a természetben nincsenek szabályos alakzatok. Nincsenek. Nincsenek olyanok, hogy párhuzamos dolgok. Nincsenek. Tehát a természetben csak szabálytalan dolgok vannak. Szabályos nincs. Láttál te már olyan fát például, amit hogyha középen, ugye képzeletben meg ketté vágsz, akkor mind a két oldala ugyanaz? Láttál te már olyat? Nem.
milyen szabályos alakzat van a természetben. Akkor lehet esetleg egy kő szabályos, hogyha sokáig gördül, aztán elkopik és gömb alakú lesz. De az is olyan ritka. Hát a szabályos gömb alakú kavicsot nem tudom hányszor láttál életedbe. Szerintem sose. Gyerekkorunkban rengeteget haigáltunk a Tiszaparton, a rokonoknál, amikor voltam. És gömb alakút nem találtunk, laposat. Ritka volt az olyan is, hogy lapos és kerek, szabályos kerek. Még az is ritka volt. Tehát olyan, hogy gömb alakú. Egy követ se találtunk olyat, hogy szabályos gömb alakú. Tehát gondold végig, és itt pedig szabályos dolgok vannak. A bolygók, megnézed, van a Mars után egy kis bolygó övezet. De az tök szabálytalan bolygók, nem bolygók, az látni, hogy bolygó törmelék. Érted? Tehát gyakorlatilag azok a hatalmas kövek, amik ugye azt mondják, hogy kis bolygó övezet, ugye a Mars után, azon látni, hogy az robbantás következménye. Mert totál szabálytalan. És az tényleg, vannak olyan ősi rajzok, ahol a naprendszerben egy bolygóval több volt. A Mars után volt egy bolygó. És most a Mars után nem egy bolygó van, hanem egy kis bolygóövezet. Ami nem bolygó egyik sem, mert egy se szabályos. Egy se. Hanem mind szabálytalan. Tehát nem olyan szabályos, mint a Holdunk, nem olyan szabályos, mint a Földünk. Hát ha a Holdra ránézel, ahogy a nap rásüt, az gyönyörű szép kerek. Totális szabályos. Nem egy ilyen mindenféle krikszrakszot látszott fönn, hanem szabályos. A természetben nincs szabályos. És te elhiszed azt, hogy volt olyan, hogy ősrobbanás, és a robbanás következtében minden bolygó szabályos? Ha megnézed a Földön kívül a Vénuszt vagy a Marsot, rá lehet látni ezekre. Érted? Egy jó távcsővel meg tudod nézni. Szabályos. Nem szabálytalan alakzat. Szabályos alakú. Miről van szó? Hogy a világon szabályos alakzatot csak az értelmes lények tudnak létrehozni? Semmilyen más lény nem tud. És te elhiszed azt, hogy a természet alkotta az embert? Nem, hogy az embert nem a természet alkotta, hanem semmit nem a természet alkotott, hanem mindent értelmes lények. Ja, hogy nem az ember alkotta a Földet, mondjuk. Ja, akkor lehet, hogy van nálunk értelmesebb lény. Hát a Földet nem tud létrehozni, bolygót nem tud létrehozni az ember, akkor valószínű van olyan értelmes lény, amely tud. Akkor az azt jelenti, hogy értelmesebb, mint mi? Ja, igen. És akkor nem kéne magunktól elszállni? Ja, igen. Hogy jó, hát mi milyen szuperintelligensek vagyunk. Kihez képest? Lehet, hogy a szomszédhoz képest intelligens vagy. Oké? De nem más, nálunknál sokkal fejlettebb értelmes lényeknél. Szóval a lényeg az, hogy miért mondom ezt? Mert el kellene azon gondolkodni minden földi embernek, hogy mi a büdös francot keres itt a bolygón. Ő saját maga egyénként. Nem az emberiség, ő, mint egyén mit keres itt. Világos ez? És tudod, mi a baj?
azt, hogy még nincs annyi problémát, hogy ezen elgondolkoz. És azért jó, hogy sokkal több problémátok lesz. Mert el fogtok rajta gondolkodni. Most nem azokról beszélek, akik itt tanulnak, azok, akik még nem tanulnak itt. Oké? Okay? Tehát el kellene azon gondolkodni, hogy mi a fészkes fenét keresel itt a bolygón. Mert azt tanították neked, hogy anyukád meg apukád összerakta, amilyen volt neki. És akkor egy kicsit körülnézel, akkor azt látod, hogy a mai világban egy csomóan nem tudnak gyereket csinálni, egy csomó család. Egyre több család nem tud gyereket csinálni. Ami azt jelenti, hogy hiába rakja össze anyu meg apu, amilyen van, még sincs gyerek. Akkor hogy a manóban van ez? Tehát mondom még egyszer, az a baj, hogy az ilyen dolgokon, hogy miért vagy itt, hogy mi a fészkes fenét keresel itt te, mint ember ezzel a bolygón, nem az emberiség, még egyszer mondom, te, mint ember. Az emberek akkor gondolkodnak el, mikor már a végét látják az életüknek. Miért akarod megvárni, hogy a végét lásd az életednek? Hogy ilyeneken elgondolkodj? Miért? Apám az utolsó évben gondolkodott ilyenen el. És foglalkozott, az élete utolsó évében foglalkozott ilyen dolgokkal. Érted? Anyám még akkor se. Anyósom is foglalkozott ilyennel. Az utolsó éveiben, ő egy kicsit fejlettebb volt, az utolsó éveiben, hogy mi az élet értelme, meg mi van például a halálunk után. A legtöbb ember el se jut oda itt Nyugat-Európában, vagy Európában, el se jut oda gondolatban, hogy neki mi volt az értelme az életének. És mi a manót keresett itt, mint ember. El se jutott. Mint például anyám se. De apám igen. Meg anyósom is. Apósom se jutott ide, hogy elgondolkodjon ezeken a dolgokon. Tehát miért fontos ez? Mert ha időben elgondolkodik az ember azon, hogy mi a manót keres itt ezen a bolygón, ő mint egyén mit keres itt? Nem mint emberiség, még egyszer mondom. Nem mint csoport, ő mint egyén. Ha ezen az ember elgondolkodik, kellő időben, lehetőleg minél hamarabb, annál hamarabb tud valódi értelmet adni a saját életének. Világos voltam? Mert az emberek a maguk kis naív gondolkodásukkal azt hiszik, hogy az az élet értelme, hogy igyon, egyen, nyaralgasson. Érted? Némi nemű dolgozás is muszáj, mert különben nincs pénz. Érted? És gyereket neveljen esetleg, nem? Felnevelje. És utána mit gondoltok, miért van az, hogy a férfiak nagy része, amikor elmegy nyugdíjba, azon a környéken, abban az időszak környékén előtte, nyugdíj előtt, vagy rögtön utána, a férfiak jó része a nyugati társadalomban feldobja a talpát. Mert fogalma nincs, hogy mi az életének az értelme. Érted? És azt mondja, hogy minek éljek tovább, ha nincs az életemnek értelme. Addig volt, ameddig dolgoznia kellett.
mert addig eltartotta a családját. De most gondold végig, az a rengeteg férfi, aki csak nyugdíjat kap, mi az értelme az életének? Már az sem, hogy eltartja a családját, mert a nyugdíjból eltartja a családját, érted? Jó, nem teljes egészében, mert a felesége is kap nyugdíjat. Ebből a szempontból a hölgyek egy kicsit okosabbak. Miért? Miért élnek ezáltal tovább? Hát nagyon egyszerű. Hát mert még a családot akarják szolgálni. A férfiak meg nem akarják szolgálni a családot. És a hölgyek azok továbbra is szolgálják a családjukat, a gyereküket, unokájukat, dédunokájukat, érted, esetleg, ha időben szült mindenki. Hát most gondold végig, ha egy embert szolgálni kell, mondjuk 40 évesen vagy 50 évesen szolgálni kell, az anyja szolgálja, akkor ez milyen ember? Érted? Ez milyen ember? Képtelen arra, hogy a saját életének az irányítását a saját kezébe tartsa. Hát milyen ember az? Hát hogy őt még mindig támogatni kell, ezzel, azzal, amazzal. Érted? Mert még mindig támogatásra szorul a szüleitől, érted? Vagy a nagyszüleitől, vagy a dédszüleitől, érted? Milyen emberek azok? Aki nem elég, hogy a szülei támogatják, a nagyszüleje támogatja, meg még a dédszüleinek is támogatnia kell. Hát milyen szülők azok? Érted? A szülőkről beszélek. Hogy milyen szülők azok, hogy még elvárják, hogy a nagyszülők is, meg a dédszülők is támogassák, érted? A gyereket. Hát az ember esze ennyire elég, hogy nem képes arra, hogy valaki felnőttként önfenntartó legyen. Hát ez ezt jelenti, hogy ebből mérhető az ész kapacitás itt belül. Mindenkinek úgy körülbelül egyforma méretű agya van. Nem olyan, hogy valakinek egyiknek sokkal nagyobb, a másiknak meg sokkal kisebb. Itt egy dolog van, hogy azt az agykapacitást használjuk-e vagy sem. Vagy rosszul látom? Mert lehet, hogy valaki használja az agykapacitásának az 1%-át, van, aki meg a 10-et. 10-nél többet ritkán. Oké? Okay. De hát akkor is gondold végig, az 1%-hoz az 10%, az azt jelenti, hogy 10-szeres. Hát mire vagyunk az agyunk? Mire van az agyunk? Hogy tudjunk beszélni? Arra van csak egyedül? Nem talán többre való? Sőt, nem is azt mondom, hogy beszélni, locsogni. Locsogni a semmiről. Érted? Arra való az agyunk, hogy locsogjunk a semmiről? Mire gondolok, hogy mi az, hogy semmi? Hát ami nem hoz létre pozitív változást az életedben. Ha valami nem hoz létre pozitív változást az életedben, vagy annak az életében, akivel beszélsz, akkor a semmiről beszélsz. Világos voltam? Akkor a semmiről beszélsz. És már pedig mondjuk 10-ből 8-9 ember ezt csinálja. Beszél a semmiről. Mert erre van agykapacitása, hogy erre képes. Mert lehet, hogy egész életében ezt csinálta.
Nem kellene fejlettebb módon üzemeltetni az agyunkat? Bocs, én szókimondó vagyok ilyen téren, ne aggódj, még akkor is, ha ez nem tetszik. Én nem egy Müller Péter vagyok, oké? Aki félt attól, hogy nehogy valakit megbántson. Szerettem őt, semmi gondom nincs vele. De én nem félek attól, hogyha valaki megsértődik. Világos ez? Hallottam tőle egy riportot egyébként, már azóta mióta nem tart előadásokat. Elmentek a lakására egy riportra, és elmondták, megkérdezte a riporter, ezt YouTube-on megnézheted. Megkérdezte a riportert, hogy mit csinálna másként az életében. Azt mondta, hogy azt tudod, mit mondott? Azt, hogy jobban kimondana a dolgokat, mint amit kimondott. Annál sokkal jobban. Csak akkor azt mondta, hogy lehet, hogy akkor már nem élne. De ezt is mondta. Tehát ha megnézed, nagyon sok előadó, aki az emberekhez beszél, úgy beszél, hogy nehogy valakit megbántson. Csak ugye van egy ilyen mondás, hogy az igazság az fájdalmas. Az fáj. És ez egy igazság, hogy az emberek nem használják kellő mértékben az agyukat. Hát ha használnád kellő mértékben az agyadat, akkor te a saját életedet önmagad irányítanád. Világos vagyok. És nem szolgál, nem szorulnál semmilyen támogatásra. Mondom, semmilyen támogatásra. Most mondok példát, jó? Vannak vállalkozások, akik pályáznak mindenféle támogatásra. Ezek általában állami támogatások. Miért pályáznak? Mert a tulajdonosoknak nincs annyi agyuk, hogy megoldják támogatás nélkül egy vállalkozás életét. Érted? Soha nem pályáztunk semmilyen támogatásra, pedig gondold végig, cégként, ez a cégként, amik vagyunk, 80, nem is 80, 94-ben alapultunk, 94. július 1-ével. Oké? A weboldalon simán utána nézhetsz, még akkor is utána nézhetsz ennek, hogyha nem vagy csak egy regisztrált. És még nem vagy tanuló. Szóval, lényeg az, hogy azért nehezül a világ, mert nehezülnie kell, hogy az emberek eljussanak oda, mint amit a legtöbb ember időskorban jutott oda, hogy elgondolkozzon azon, hogy mi lett volna az életének az értelme. Csak az a baj, amikor az ember már nagyon idős, és elkezd maga tehetetlen lenni, akkor már késő azon elgondolkodni, hogy mi lett volna az életének az értelme. Mert akkor már nem tudja az életének az értelmét megvalósítani. És akkor most nézzük meg, hogy de mi az emberi élet értelme? Tehát az emberek nem veszik a fáradtságot arra, hogy értelmet adjanak a saját életüknek, és megtalálják azt, hogy hol nézhetnek utána annak, hogy mi az életük értelme. És akkor most esetleg egy spirituálisnak eszébe jut, hogy ó, hát akkor menjek ki Indiába és kerestessem meg a pálma levelemet. Nem erre gondoltam, képzeld el. Van ennél
sokkal gyorsabb és sokkal egyszerűbb megoldás. Mert ahhoz, hogy kiutaz Indiába, ez egy csomó idő, meg egy csomó pénz. Ott még kikéred a pálma leveledet, az is egy csomó pénz. Ennél sokkal egyszerűbb dolgok vannak. Mit tudom én, nálunk ez úgy működik, hogy aki tanul, mennyiért tud valaki itt tanulni? Havonta van 30 óra képzésünk átlagosan. Azért átlagos, mert van 4 hetes hónapunk is, meg van 5 hetes hónapunk is. És minden héten két alkalommal van képzés. Minden szerdán és minden vasárnap. Szerdán 6 órától 9:45-ig, vasárnap pedig 5:30-től 8:45-ig. Ha ezeket így összeadod, a 30 óra mindig kijön. Na most, az olyan képzések a világon, amit te a mindennapokban tudsz hasznosítani, az a legtöbb embernek olyan összegbe kerül, hogy a vagyonát odafizetheti. Szó szerint értsd, mert óránként számolhatsz több mint 5000 forinttal. Oké? És akkor még nem drága képzésen vettél részt. Most gondold végig, vannak olyan képzések, ami mondjuk egy hétvége 7 számjegyű összeg forintba. Egy hétvége 7 számjegyű. Ugye a 7 számjegy az 1 milliótól van, hogy tiszta és világos legyen. Na most. Tehát lehet mindenféle egyéb képzésre eljárni, mondjuk 3-4 ezer forintért, ami nem használható a mindennapokban. Hanem mire használható? Motiválnak. És azt mondják, hogy ó, te milyen fantasztikus ember vagy, mindent meg tudsz csinálni az életedben. És az emberek tudás nélkül ezt el is hiszik. Hát tudás nélkül nem tudom hány dolgot csináltál már meg az életedben. Oké? Tehát ahhoz, hogy egy ember bármilyen életterületén meg helyesen cselekedjen, meg tudjon csinálni időzélbe dolgokat, ahhoz arra a területre vonatkozóan tudással is kell rendelkeznie. Nézzük meg, mik ezek a területek, jó? Csak úgy ránézésként. Jó, itt van 10 életterület. Ez azt lehet mondani, hogy ez a 10 életterülete a legtöbb embernek meg van, vagy meg volt, vagy meg lesz. Oké? Hát ezek közül talán egy, ami kimaradhat valakinek, talán az életében, ha nem lesz sose párja. Oké? De az összes többi, az ott van, szülei voltak. Nem? Önmagával rendelkezik? Akkor. Ja, még ha nem lesz párja, akkor még van egy terület. Hát akkor gyerekese lesz. Jó? Tehát akkor két terület a 10-ből. Bár vannak olyan emberek, akinek nincs párja, de gyereke van. Jó? Maradjunk ennyiben. Na mindegy, akkor egy-két terület van olyan, ami lehet, hogy kimarad valakinek az életéből. De az összes többi ott van. Oké? Bár azt kívánom, hogy hatóságokkal ne legyen gondod. Sose. De ha esetleg lesz, az nem árt, hogyha
tudsz bánni a hatóságokkal is. Oké? De hát azt mondod, hát az Isten, az nem kell, mert az nincs. Ezzel kapcsolatban szeretném mondani, hogy azért a legtöbb ember akármilyen hihetetlen, így titkosan hisz valamilyen Istenben. Mármint úgy értve, hogy, létezik olyan, hogy Isten. Valamilyen szinten. Na most, de mi lenne, tehát én ezt úgy működtem, így kezdtem el felnőttként tanulni, hogy, ahogy most elmondom mindjárt, úgy kezdtem el felnőttként tanulni, hogy elgondolkodtam azon, hogy én hiszek valamit, és egy más hitet elém raktak. És akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy melyik a jobb nekem. Hogyha abba hiszek, amit elhitettek velem az életem során, vagy az új hitben higgyek, melyik jobb nekem. Az nem érdekelt, hogy ki mit mondott, az érdekelt, hogy melyik jobb nekem. És ha úgy láttam, hogy az a jobb nekem, amit addig tanultam, akkor annál maradtam. Ha úgy láttam, hogy az jobb nekem, hogyha abba hiszek, amit elém tettek, akkor azt választottam. Nyilván ez úgy működött az esetek túlnyomó többségében, hogy amit újonnan elém tettek, az nekem jobbnak tűnt. Tehát most gondold végig, én nálam soha nem volt az kérdés, hogy létezik olyan, hogy Isten. Tudod, miért nem volt kérdés? Mert volt egy vallásos nagymamám, aki mindig gyerekkoromtól, kisgyerekkoromtól elvitt templomba. Oké? Ezért első áldozó is voltam. És én végigcsináltam akkor mindent. Ami azt jelenti, hogy templomi esküvőm is volt. Mind a két gyereket templomban megkereszteltem. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy én végigcsináltam. Miért? Mert nagymamám tanításai által, illetve működési által én biztos voltam abban, hogy létezik olyan, hogy Isten. De végig olyan tanítás volt, hogy van a világegyetemben egy Isten. És mindenkit ez az egy Isten felügyel közvetlenül. Ez akkora baromság volt. Érted, ez a tanítás? Amit akkor ugye nem tudtam, hogy ez egy nagy baromság. Mert ha azt mondták volna, hogy egy olyan Isten van, amelytől kiindult minden teremtés, akkor az abban a pillanatban sokkal, de sokkal, de sokkal közelebb lett volna a valósághoz. Oké? Miért? Csak nagyon egyszerű. Van egy alaptanítás, amit én már tanultam a 90-es évek végén, vége felé. Ez az alaptanítás, hogy egy ember hatékonyan, max 6 embert tud közvetlenül irányítani, vezetni. Közvetlenül. Tehát hatékonyan 6-ot maximum. Ha 5-öt vagy 4-et irányít közvetlenül, akkor nem hatékony. Ha 6-nál többet irányít közvetlenül, megint csak nem hatékony, mert már nincs rá elég ideje azokra az emberekre. Világos ez? Tehát ott van benne a szóban, magyar nyelv, hatékony. Oké? Ráadásul azt is tanultam akkor, hogy akkor kerülsz hatalomba. Mi a hatalom? Hogyha át tudod adni a tevékenységedet. Nem az a hatalom, amire te most gondolsz, nagy tévedésben élsz. A hatalom az, hogyha át tudod adni a tevékenységedet. Érted? Akkor vagy hatalomban,
hogyha egy az egybe úgy át tudod adni a tevékenységedet, hogy más elkezdi tudni végezni helyetted. Világos ez? Tehát például akik franchise-t adnak el, azok hatalomban vannak, mert egy az egybe eladják azt a tevékenységet, amiket ők végeznek. Világos? És mivel eladja azt a tevékenységet, ezért azért kap pénzt. De nem csak akkor, mikor eladja, hanem utána is folyamatosan kap érte pénzt. Tehát az van valós hatalomban, aki ezt meg tudja csinálni. Oké? Tehát ráadásul ebben is, ebben a szóban is az van benne, hogy hatalom. Tehát a hat az azt jelenti, hogy ő itt, és alatta van egy alom, amely hat főből áll. Világos az? Közvetlenül. Na most, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mi emberek ezeken a területeken tudjunk boldogulni. És ahhoz, hogy tudjunk boldogulni, minden területhez kell tudás. Ja igen, itt elterelődtem ennél. Tehát, miért beszéltem erről a hatalomról? Tehát, hogyha én tanultam ilyet már a 90-es évek végén, akkor ennek a szabálynak már van egy jócskán előzménye, ha még a nyelvünkbe is bekerült. Érted? Ugye a mi nyelvünk pedig nem most alakult ki, hanem már elég régen. És ez a szó, hogy hatalom, meg hatékonyság, ez nem egy új keletű szó. Ami azt jelenti, hogy már régóta tudhatjuk azt mi magyar emberek, hogy ez így működik. Na most képzeld el, mi emberek tudjuk azt, hogy egy ember hatékonyan hat embert tud közvetlenül irányítani, de az Isten nem tudja ezt. Nem tudom, ki az a hülye, aki azt gondolja, hogy az Isten ezt nem ismeri, ezt a szabályt. És ezt miért mondom? Mert ez azt jelenti, hogy az Isten megteremtette az értelmes lényeket, és akkor ugye azt gondolják egyesek, és ezt elhiszik, ezt a baromságot, hogy nincs annyi bizodalma annak a teremtő Istennek arra, hogy megbízzon tevékenységekkel olyan értelmes lényeket, akiket ő teremtett. És ezért minden neki közvetlenül felügyelni kell. Hát most gondold végig, a világegyetemben nem annyi értelmes lény van, mint amennyi itt a Földön él, hanem annak a kiszámíthatatlanul sokszorosa. És azt mindet egyedül kontrollálja? Ugye ezt nem gondolod komolyan. Hát akkor nézzük már ezt a hierarchiát, hogy működik ez, jó? Mert ez egy totális hierarchia. Ez úgy működik, hogy ez egy kísérleti telep a bolygó. Másfél millió évvel ezelőtt indították el a kísérletet. Oké? Milyen kísérlete? Nagyon egyszerű. Minden ember lelke halhatatlan, sőt, minden értelmes lény lelke halhatatlan. Sőt, az értelmes lények nem léteznek lélek nélkül. Ezért nem értelmesek az állatok, mert nincs lelkük. Az a baj, ilyenkor kikérik magukat maguknak az ilyen állatbarátok, hogy az állatnak nincs lelke, kikérik maguknak a nagy állatbarátok, mert összekeverik az életenergiát a lélekkel. Tehát az emberben van életenergia is, az állatban is van életenergia, az emberben viszont van lélek, az állatban nincs lélek. Oké? Most gondold végig azt, hogy
hogy ez a lélek, ez egy olyan, amit nem is értem, hogy miért kell veszekedni, háborúzni. Tudod miért? Mert a lélek két ember között, tehát két embernek a lelke közelebbi kapcsolatban van, mint két testvér. Sőt, közelebbi kapcsolatban van, mint egy ikerpár. Miért? Mert gondold végig, a teremtő a saját lelkéből osztotta meg az összes lelket a világegyetemben. Érted? Az összeset. Honnan tudom ezt? Képzeld el, az előző életemben ilyeneket tanítottam a földi embereknél sokkal intelligensebb lényeknek. Na erre vár gombot. Oké? Tehát nemhogy a földi emberek nincsenek tisztában ezzel, hanem még a földi embereknél lényegesen intelligensebb emberek sem, illetve lények sincsenek tisztában ezzel. Még nekik is tanítani kell. Tehát gondold végig, az azt jelenti, hogy egy a lelkünk. Csak ketté van osztva. Nem ketté, hanem sok részre van osztva. De gyakorlatilag egy. Olyan, mintha egy testből lennénk. Olyan, mint a sziámikre. Érted? Talán. De azok össze vannak nőve. Mint vagyunk összenőve, szét vagyunk választva, mint lélek. És minden lélek szuverén lény. Méghozzá energia lény. És az energia az nem vész el, csak átalakul. Azt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy halhatatlan. Az energia halhatatlan. Oké? Okay? Tehát bennünk van egy energialény, egy halhatatlan energialény, amely biztos, hogy több mint 1,5 millió éves. Érted? Miért? Hát mert 1,5 millió éve nincs lélekteremtés a világegyetemben. A teremtő 1,5 millió éve nem osztja meg a lelkét senkivel. Oké? Okay? És ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem annyi éves a lelked, mint amennyire gondoltál a testeddel kapcsolatban. És ez nem úgy működik, mint ahogy tanítják, hogy a teremtő akkor lehelte bele a testedbe a lelket, akkor teremtette meg, mikor megszülettél. Nem igaz az egész. Mert gondold végig, ha ez igaz lenne, akkor mekkora igazságtalan lény lenne a teremtő? Miért? Nagyon egyszerű. Mert miért csinálná azt, hogy az egyik lelket egy jó családba leheli, a másik lelket meg egy rossz családba leheli? Miért? Világos ez? Hát ugye arról szól a történet, hogy a teremtő az a világ legigazságosabb lénye. Hát a világ legigazságosabb lénye, akkor mindenkit jó családba kellett volna, vagy mindenkit azonos családba kellett volna lehelni. Hát mint az állatoknál. Hát az állatok nem nagy különbséggel, tehát egy bizonyos faj. Tehát az ember is egy faj. Az állatoknak van fajai, nem? Vannak oroszlánok, vannak tigrisek, vannak macskák, vannak kutyák, csirkék, stb. Az egy állatfaj. És egy fajon belül, ha megnézed, nagyon hasonló körülmények közé születtek az állatok. Kivétel az ember. De vajon miért? Hát, hogyha logikusan gondolkodsz, akkor magad rájössz. Hát mert volt előző életed.
és annak a következménye a jelenlegi életed. És a mai életednek a következménye a következő életed. Most gondold végig, melyik a jobb. Neked melyik a jobb? Ezen nekem is el kellett annak idején gondolkodnom. De nekem senki nem mondta, hogy gondolkodjak el rajta. Képzeld, én magam gondolkodtam el rajta. Azon, hogy melyik a jobb? Az, hogy az életem egy szerencse kérdése? Vagy az a jobb, hogy az életemben mindennek oka van, és mindennek következménye van? És akkor rájöttem arra, nem kellett sokat gondolkodnom, hogy hát nekem az a jobb, hogyha az életem az ok és okozati összefüggés. Tehát, hogyha én jól működök, akkor jó lesz az életem. Tehát, ha neked nem jó az életed, nem szeretnélek elkeseríteni, de sajnos ez így van, hogy te okoztad azt, hogy nem jó az életed. Ja, hogy ezzel kapcsolatban nem akarsz felelősséget vállalni, mert az számodra egy luxus, hát én arról nem tehetek. Ugye én nem most kezdtem az emberek működésének a tanulmányozását, hanem akár hihetetlen 87-ben. Ez a téma kiskoromtól érdekel, hogy hogyan működik az ember, de először olvasmányt 91-ben olvastam erről. Addig nem. Hogy hogyan működik az ember. És ugye később arra is rájöttem, hogy nem csak az fontos, hogy hogyan működik az ember, hanem az is, hogy hogyan működik az élet. Hiszen az ember az élet része. És ezért ugye ez szétválaszthatatlan, ez a két dolog, hogy az ember és az élet, vagy az élet és az ember hogyan működik. Tehát ezért van élet és emberismeretünk, és nem ember és életismeret. Mert az élet részei vagyunk, és ha nem lenne emberiség, attól még lenne élet. De élet nélkül nem lenne emberiség. Világos ez? Tehát, ugye elkezdtem ezzel foglalkozni, mert nyitott voltam erre a dologra. De mondom, gyerekkoromtól. Érdekelt. Tehát például én gyerekkoromban, amit lehetett, hozzájutottam, foglalkoztam csillagászattal. Nyilván nem profi módon, de foglalkoztam vele. Nagyon érdekelt a csillagászat. Később vettem is jó távcsövet, komoly távcsövet, amivel lehet nézegetni, de az utána akkor már nem annyira érdekelt a csillagászat. Akkor már azon túlnőttem a csillagászaton. Mire távcsövem lett, jó távcsövem lett, addigra túlnőtt rajta a működésem. Szóval a lényeg az, hogy mindig azt néztem, hogy melyik a jobb nekem. Tehát, hogyha megnézzük, ugye azt mondtam, hogy hierarchia. Tehát, mivel ezen a bolygón semmi nem véletlen. És van még egy dolog, hogy mindenki bevállalt küldetéssel született. Honnan tudod megnézni? A születési dátumodból. Képzeld el, ha tudod, mi a születési dátumod, ha itt tanulsz, megtanulhatod, hogy bárkinek megállapítsd, hogy mi a küldetése. Mi a fészkes fenét keres itt a bolygón? Képzeld el, a küldetésből még senki nem olvasta ki azt, hogy az a küldetése, hogy gyereket neveljen fel. Képzeld el, nincs ilyen küldetés. Feladatként kaphatod ezt, de nem küldetés. Sőt, képzeld el, a születési dátumodban benne van a gyerekkorod, hogy milyen energiákat kaptál, kapsz gyerekkorba, illetve hát már nem vagy gyerek, akkor kaptál,
benne van az, hogy felnőtt korban mi a feladatod, és benne van az, hogy idős korban mi a feladatod. És ott van a küldetésed is. Tehát a születési dátumodban négy nagyon fontos adat van. Hát nyilván aki nem éli meg az időskort, hát az a időskor feladatát sem éli meg természetesen. De azért nem éli meg az időskor feladatát, mert esélye volt, hogy valamilyen szinten a felnőttkori feladatát teljesítse. Nem tudom, elég világos voltam-e. És akkor kivonták őt az élők sorából. Szó szerint kivonták az élő sorából. Na szóval nézzük tovább. Tehát a születési dátumban ennyi minden benne van. De ennek a legfontosabb része a küldetés. Hogy miért vagy itt. És képzeld el, ebben a négyben nincs benne az, hogy mit tudom én, felnőtt korban a feladatod az a gyereknevelés lenne. Idős korban a feladatod az unokanevelés lenne. Sőt, nem az az ide leszületett küldetésed, hogy felnevelj gyerekeket. Nincs benne. Nincs. Egyetlen egy elemzés sem találkozol ilyennel, hogy ez benne lenne. De az sincs benne, hogy neked az a dolgod, hogy mit tudom én, dohányozzál, az a feladatod. Vagy az a feladatod, hogy hülyére igyad magad, vagy stb. Stb. Érted? Nincs ilyen. Az van feladatként, vagy küldetésként, nem ilyen egyszerű, amit elmondok, az, hogy például megtanulj vezetni embereket. Feladat vagy küldetés, ez két különböző dolog egyébként. A küldetés, hogy tisztázzuk, egy legnagyobb cél az életedben, amit gyakorlatilag sosem fogsz tudni tökéletesen beteljesíteni. Érted? Mert az a küldetés az olyan, hogy az a cél olyan, tehát a küldetés az egy nagyon nagy cél, amit fejleszthetsz mindig tovább, az addig, míg meg nem halsz. Világos ez? A feladat ebből a szempontból másabb, az a tevékenység, ami elősegíti leginkább, hogy a küldetésedet elért. Ez a feladat. Na most, tehát akkor van egy olyan, hogy megtanulni vezetni az embereket. Ez az alaptudás. Innen indul ki minden. Második, hogy megtanulni segíteni az embereket. Harmadik, megtanulni jól kommunikálni az emberekkel. Negyedik, megtanulni azt, hogy képes legyél érzelemmentesen működni. Oké? Ötödik, megtanulni a teljes optimizmust, tehát a teljes pozitív gondolkodást. A hatodik, hogy létre tud hozni a szeretetet az életedben, nem csak magadnak, hanem másoknak is. A hetedik az, hogy képes legyél céltudatos lenni, és szellemi vezető lenni. Tudod, mit jelent a szellemi vezető? Akit az ész képességei miatt követnek. Az esze miatt követnek. Ez jelenti a szellemi vezető. Oké? Na most, a nyolcas, aki képes sikeres lenni az életében, és sikerre vinni másokat. Érted? Képes erre. A kilences, pedig ugye beszéltem a hetesnél a szellemi vezetőről. Van ennél egy magasabb szint, amit úgy hívnak, hogy szellemiség. A szellemiség azt jelenti, hogy ismeri az ember és az élet működését.
illetve az élet és az ember működését. Világos ez? Ismeri. És az összes másik 8 területet gyakorolja. Tudja. Érted? Nem csak gyakorolja, nem tudja. Az, amit elmondtam előtte, 8 területet. Tehát a szellemiségben benne van a vezetés, stb. 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 Mind a 8 terület. Oké? Okay? És ráadásul még a küldetés az lehet kombinációja is ezeknek a dolgoknak. Oké? Okay? Na most, nekem például az én küldetésem, ráadásul mind a két fiam küldetése, két fiam van, lányom nincs, fogadott van, az van kettő, jó, tehát két fiamnak a küldetése szintén 9-es. Tehát szintén a szellemiség. Oké? Mind a kettőnek. Szóval, gondold végig, és az emberek addig nem jutnak el a saját tudatosságukban, hogy nyitottá váljanak arra, hogy mi a fészkes fenét kereső itt. És akkor miért vagyunk itt? Nézzük meg. Mert ez alatt a 80 év alatt, amit átlagban él egy ember, főleg itt a nyugati társadalomban, annyi dolgot megélünk, amit mondjuk a felső létformából idejöve éled meg, a felső létformában mondjuk évmilliók során élted meg. Hát gondold végig, a fenti létformában nincsenek olyan, hogy negativitás. Nincsenek olyan, hogy rossz. Nincs olyan, hogy elnyomás. Erre van gombot. Érted? Nincs olyan. Tehát nem tudják megélni, nem tudtad megélni a rosszat. Azért jöttél le, hogy megéld a rosszat. És ezáltal, ha a rosszat megéled, akkor tudsz különbséget tenni a jó és a rossz között. De ha nem éli meg az ember, a lélek nem éli meg a rosszat, akkor nem tud különbséget tenni a jó és a rossz között. Világos ez? Márpedig ugye határozott különbséget kell gyakorolni a jó és a rossz között. Tehát tudni kell, hogy mi a rossz és a rossznak a különböző fokozata milyen. Mert odafönn csak jó történt veled. Rossz nem. Rossz egyetlen egy esetben történhet a fenti létformában, hogyha valaki ott katona. Oké? Okay? És konfliktusba kerülnek a jó lelkek a rossz lelkekkel, mert bizony ilyenek vannak. És tudod, miért lettek rossz lelkek? Mert nem voltak olyan iskolában, amit úgy hívnak, hogy föld, ahol megtapasztalták volna a különbséget a jó és a rossz között. Nem voltak. És azért hozták létre a földet, hogy a lelkek megtapasztalják a különbséget, de nem csak a föld ilyen. Jó, van más bolygó is. Na most gondold végig, lejöttél ide, hogy tanuljál, akkor itt kéne rekedni? Márpedig ritka az olyan lélek, akinek ez az első élete. A legtöbb léleknek nem ez az első élete. Hála Istennek, a legtöbb léleknek nem a 628. élet. Hanem a legtöbb léleknek 2, 3, 4, ritkán több élete van.
ritkán egy kicsivel több. Tehát azok, akik itt tanulnak, azokról tudom, hogy az elmúlt 200 évben inkarnálódtak ide a Földre. Ami azt jelenti, hogy második, harmadik, negyedik, de nem sokkal több életük van. Oké? És ez azért jó, mert nem felejtették el teljesen, hogy honnan jöttek. És az ember nem felejtette el, hogy honnan jött, akkor tudja, hogy honnan jött és hova kell visszatérnie. Tehát ezt úgy hívják, hogy visszatérés. Hova kell visszatérnünk? Tehát egy olyan világot élünk itt a Földön, ahol arra azt akarják elérni a gonoszok, hogy itt rekedj. Érted? A gonosz lelkek ezt akarják elérni. Hogy itt rekedj a Földön. Hogy ne térj vissza abba a létformába, honnan jöttél. Mert minden ember fentről jött. És nem lentről. Tehát minden ember a jó lelkek közül jött, és nem a rossz lelkek közül. Persze az van olyan, hogy mit tudom, a hanyadik inkarnációja, és akkor egyre rosszabb és rosszabb lélekként születik újra. Mert ugye, ahogy elhagyjuk ezt a létünket, a következő emberi lét az arról a szintről indul, amit, ahogy elhagyjuk ezt a szintet. És ezért van az, hogy kiválasztja az ember a teremtője segítségével azt a családot, amely által olyanná válsz, mint ahogy az előző életedet itt hagytad. Felnőtt korra, olyanná válsz. Hát, hogy sok ember mondjuk a hót hülyé hagyta ott az első életét, akkor olyan családba születik, hogy mire felnő, hót hülye lesz. Oké? Csak hogy tiszta és világos legyen. Miért? Hát mert onnan megy tovább az élet neki. Érted? Tehát ez az életünk, az előző életünknek a következménye. És egy kérdés van, hogy itt akarsz-e rekedni. Én azért jöttem le, hogy ne rekedjetek itt. Érted? És ezért kell ezen a bolygón létrehozni egy másfajta életminőséget. Egy olyan életminőséget, ahol az emberek feltétel nélkül szeretetben tudnak együttműködni. Hopp, itt van. Ezt. Hetedik lelki szintet nézd. Feltétel nélkül szeretetben, békében együttműködni emberekkel. És képesek legyenek az emberek a teremtésre. Ez a beteljesülés lelki szintje. Tehát beteljesíted a küldetésedet. Világos? Mindenkinek a küldetésében benne van a beteljesülés. Érted? Az, hogy visszatérhessen a fenti létformába. Tehát, hogyha sok probléma volt eddig az életedben, örülj neki. Tényleg. Miért? Hát azért, mert sokat tapasztaltál. Tudod, hogy milyen a rossz? Mert a jót tudtad, de akkor megkérdezhetnéd, hogy hol a tudásod? Minden leszületés előtt elmentik az előző életi tudásodat, és az előző életi tudás nélkül születsz,
az meg azt jelenti, hogy minden gyerekben ott van a szeretet. Tehát ha kitörlik az előző életi tudást az ember elméjéből, mármint a léleknek nem lesz tudása, akkor marad a feltétel nélküli szeretet. De a feltétel nélküli szeretet nem ad tudást. És látod, hogy minden gyerek feltétel nélküli szeretettel születik, ahhoz képest jó elkorcsosultunk, mire felnőttünk. Hát a hatások révén természetesen, a külső hatások révén. Nem magunktól, a külső hatások következményeként. Ez azt jelenti tehát, hogy az életünkben el kellene oda jutni, hogy képesek legyünk ismét feltétel nélküli szeretetre, de tudással. Világos ez? És ezért csináljuk a rendszeres képzéseinket, a rendszeres összejöveteleinket, tehát nem csak képezzük az embereket, hanem rendszeresen hetente kétszer összejövünk. Nem csak itt, hanem a világ különböző pontján. És ahhoz, hogy az emberek össze tudjanak jönni, nyilván elkezdik egymást szervezni. Tehát magyarul megmutatni nekik azt, hogy itt van egy olyan közösség, ami azért dolgozik, hogy a bolygón szeretet, béke és boldogság legyen. Hogy az emberek így működjenek, mert akkor fog a bolygón szeretet, béke és boldogság lenni, ha az emberek így működnek. Hát gondold végig, a hatalomban lévő emberek itt a Földön mennyire messze állnak attól, hogy feltétel nélküli szeretetben éljenek. Gondolj csak háborúkra, meg a gyűlölködésekre. Jó? És erre a feladatra a mi közösségünket jelöltek ki. Miért? Az imént elmondtam. Előző életemet nem itt töltöttem a Földön. És az előző életemben sokkal magasabb szinten tanítottam a lényeket. Oké? Jó? És ha előző életemben ezt tudtam csinálni, most is tudom. Jó? Ráadásul, hát önmagammal kapcsolatban azért még egy-két dolgot itt fölteszek a végére. 84 óta vagyok házas, ugye elmondtam, van két felnőtt fiunk. Egy házasságom van 87 óta, jó? Vagy 84 óta, na. 87 óta foglalkozok emberekkel, 91 óta van saját szervezésű csapatom, 93 óta van saját cégem és vezetek, tanítok embereket, 94 óta négy különböző területen lettünk piacvezetők, a vezetésemmel, a jelenlegi tevékenységünkben is piacvezetők vagyunk. Kaptam egy küldetést, és a küldetés megvalósításához képességeket, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítsem olyan módon, hogy közvetlen fenti forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjak át, amely által az emberek képesekké válnak a szeretet korba, azaz az aranykorba bejutni. Azaz szeretetben, békében és boldogságban élni. Ennek a küldetésnek a megvalósításához kaptam egyedülálló különleges képességeket. Tehát most például választhattam, hogy hozzam magammal születésemtől fogva a tudást, vagy küldik a tudást. És én azt választottam, hogy nem hozom magammal a tudást, hanem azt választottam, hogy küldjék a tudást. És ez annyiból jobb, hogy mindig azt küldik, amire szükségem van, vagy másoknak szüksége van. Ezért gondoljátok végig 14 éve az ember és az élet működésével kapcsolatban nem tudtak olyan kérdést föltenni,
amire le tudtam volna választ adni. Nem majd, hanem mondjuk pár percen belül. Oké? Jó? No szóval, lényeg az, hogy ha úgy gondolod, hogy be kellene teljesíteni a küldetésedet, hidd el, nem fogsz tudni kapni hozzá máshol tudást, hogy ezt megtehest. Csak itt nálunk. És ez nem nagy képűség, hanem ez tény. Ha nem teljesíted be a küldetésedet, hát az a te nagy-nagy problémád lesz. Jó? Tehát azért gondold végig, ilyen az emberiség történetében még nem volt, hogy tömegek kaptak arra lehetőséget, hogy kikerüljenek a inkarnációs folyamatból. A reinkarnációs folyamatból kikerüljenek. És most ezt meg lehet csinálni. És arról szólna ugye a szeretetkor, amit itt látsz, arról szólna, hogy nincsenek elnyomók, arról gondoskodnak a fentiek, hogy ne legyen, nem lesznek elnyomók, és addigra eljuss a hatodik lelki szintre, és hogy a hetedik lelki szintet meg tud csinálni, de a hetedik lelki szintet csak akkor lehet megcsinálni, ha nincsenek elnyomók. Oké? Tehát elnyomás mellett egy egyén nem tud tartósan fejlődni. Tehát a hatodik lelki szintet még nagy nehezen tudja teljesíteni, de többet nem. Ahhoz is, hogy a hatodik lelki szintet teljesítse, ki kell magát vennie a hülye emberek közül. Szó szerint értsétek, jó? Tehát a hülye emberek közül ki kell magát vennie. Mit jelent a hülye ember? Aki nem akar tanulni, fejlődni. Érted? Azt jelenti, hülye akar maradni. Én is hülye voltam régen, csak én hajlandó voltam kikerülni abból, hogy ne fejlődjek. Érted? Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Csinálunk 30 perc szünetet. Szeretlek benneteket, sziasztok!